Kedves vendégeink, tisztelettel köszöntöm Önöket a 2012. évi Nemzetközi Biológiai, Csillagászati és Asztrofizikai, Filozófiai, Fizikai, Földrajzi, Informatikai, Kémiai és Matematikai Diákolimpián eredményesen szereplő diákok és felkészítő tanárai tiszteletére rendezett köszöntésen. Államtitkárasszony, tisztelt pedagógusok, kedves diákok! Ha azon gondolkozik az ember, hogy mi is kell valójában ahhoz, hogy valakinek elinduljon a tudományos pályája, és akik a diákolimpiákon ilyen sikeresen szerepelnek, azokra úgy gondolom, hogy joggal mondhatjuk, hogy elindultak egyfajta tudományos pályán, még hogyha annak az elején állnak is, akkor nagyon sok mindent föl lehet sorolni, szükséges feltételt. Ugye vannak szükséges és elégséges feltételek. Szükséges feltétel bizonyára az, hogy az embernek jó képességei legyenek. Aztán azt is sokan szokták mondani, hogy nem mindegy, és valóban így van. Ezt látjuk ma még a magyar köznevelésben, a közoktatásban is, hogy bizony a családi háttér az nem csak úgy meghatározza, hogy segítség tud lenni az embernek, hogyha a szülei gondoskodnak arról, hogy megkapja azokat a támogatásokat, lehetőségeket, amivel kibontakoztathatja a képességeit, hanem bizony úgy is, és ebben a szép pillanatban azért erről se hallgassunk, hogyha méltatlan a szülői ház arra, hogy vagy éppen nincs abban a helyzetben, hogy jól indítsa el a gyermeket, hogy nem ad meg neki mindent, ami szükséges az ő szellemi, lelki, erkölcsi fejlődéséhez, az bizony hátrányt jelent ma Magyarországon, és bizony a leszakadásnak egy nagyon fontos tényezője az, hogyha valaki rossz családi háttérből érkezik, és ha már itt vannak a pedagógusok, természetesen az sem mindegy, hogy milyen tanárokkal találkozik az ember. Gondolom, önök fiatal emberként be tudnak arról számolni, hogyha nem lett volna olyan tanár, aki észreveszi önökben a tehetséget, a képességet, és nem adott volna segítséget, és ebben nem lenne valami nagy-nagy személyes plusz is a kapcsolatban, akkor nem jutottak volna idáig. Tehát számos ilyen feltételt lehet szabni, vagy fölismerni a tovább lépésnek a feltételeként. Én mégis egy dolgot emelnék ki most, az pedig nem más, mint a kíváncsiság. A kíváncsiság, ami azt szokták mondani, hogy egyébként az idős embert, vagy a vén embert megkülönbözteti a fiatal embertől, és ma látunk persze bőségesen olyan koravén fiatalokat, akik már nem kíváncsiak, mert kiölték belőlük a kíváncsiságot, és én magam a sors nagy ajándékának tartom, hogy számos olyan 70-80 éves emberrel, tanárral, professzorral, de akár csak néhány osztályt végzett gazdálkodó emberrel, gazdával, parasztemberrel találkozhattam vidéken, Magyarországon, meg itt a fővárosban is, akik még mindig kíváncsiak, és éppen ezért fiatalok. A kíváncsiság, igen, a kíváncsiság először is arra a világra, ami körülvesz bennünket. Önöket ez összeköti itt, akik ma itt vannak, és hát arra is kíváncsi az ember nagyon sokáig, életének még második felébe is, azt hiszem, hogy ő maga mire képes. Hogy ő maga azt a feladatot valóban meg tudná oldani, vagy nem. És ez egy izgalmas dolog, amikor ezt a kérdést, hogy milyen is a világ, és hogyan lehet megérteni, és a másikat, hogy mit tudok én ebből magam számára megérteni, magam számára akár teljesítményként is megjeleníteni, ez a két dolog egybe találkozik. Ezek a díjak, amiket ma itt átadunk, amivel önök megtisztelnek bennünket, hogy elérték, és mi pedig megtiszteltetésnek vesszük, hogy elismerhetjük ezeket a teljesítményeket, olyan embereket díjaznak, akik próbálgatják a határaikat, hogy meddig tudnak eljutni, hogy mit tudnak elérni, és talán ismerik már azt a tapasztalatot is, minél korábban kezdi az ember a tudományos pályát, minél korábban akar valami olyan teljesítményt létrehozni, ami nem előírás feltétlenül, amivel nem csak annak felel meg, ami a minimum, ami muszáj, amit elvárnak tőle, hanem ennél sokkal többnek, annál jobban ismeri az ember azt az érzést, hogy bizony legyőzni sokszor önmagunkat a legnehezebb, önmagunkat meggyőzni arról, hogy érdemes még tovább menni, és még bennünk van az a következő erőfeszítés. Önök már sok mindent tudnak magukról, talán többet, mint a saját kortársaik arra, hogy mire képesek, és kiszabadították az önökben rejlő tudást, felszínre hozták azokat a képességeket, amikkel elérték ezeket az eredményeket.
Herbert Georg Wells azt mondja, hogy tanulni ezüst, megjegyezni pedig arany. Itt vannak ezek az ezüst, arany és bronzérmek, amelyek azt jelzik, hiszen a megjegyzés, a megtartás legalább olyan fontos, hogy a tudás az a jövőbe fektetett tőke. Mindenképpen önök ezzel a tudással rendelkeznek. Van egy kép a tehetséges diákokról, az eminens tanulókról, egy ilyen karikatúra-szerű kép, akik természetesen vastag diopriás szemüveggel hajolnak valamilyen könyv vagy képcső felé, és közben nekem egy ilyen barátom volt annak idején, most már 35 évvel ezelőtt, aki szintén diák olimpián sikeresen szerepelt, akinek annyi lyuk volt, meg kémikus volt, annyi lyuk volt a munkaköpenyén, hogy a tollat, amikor a zsebébe rakta, akkor az mindig kicsúszott, mert ott már szét volt szakadva, vagy éppen már a sósav kimarta ott a lyukakat. Persze van egy ilyen általános képünk erről, de hát önök nem ilyenek, vagy ha ilyenek, az sem baj természetesen, mert hogy abban, aki különleges tudásra tesz szert és különleges eredményt ért el, abban van valami fajta különlegesség, ami megkülönbözteti a környezetétől, sohasem az átlag, és akik ehhez hozzájárultak, akiket már említettem, a szülők és a pedagógusok, nekik itt különösen meg kell, hogy köszönjük azokat azt a munkát, amit fektettek, és emberbe munkát fektetni, az mindig egy különösen izgalmas és mindig egy jól kifizetődő dolog. Fiatal emberekbe pedig munkát fektetni, tőkét fektetni, az meg különösen nem csak izgalmas dolog, hanem valóban ott van az a kíváncsiság, hogy mi lesz majd ebből. És talán tanárként, én magam is taníthattam néhány évet, ismerik azt az érzést is, hogy mit jelent, amikor első látásra, az első években úgy tűnik, hogy a befektetés látszólag hiába való volt, és aztán éppen azok a diákok jönnek vissza komoly nagy teljesítménnyel, akikről aztán az ember végképp nem gondolta volna. Nem kell féltenünk a gyermekeinket a tudástól, sőt az a legjobb, ha térképet, iránytűt adunk nekik, így a diákok nem csak a tudáshoz kerülnek közelebb, hanem önmagukhoz, saját képességük határaihoz is. A diákok tudása, alkotó teljesítménye, ezért hívtuk ma ide önöket, hogy ezt elmondjuk, a nemzeti erőforrásunknak meghatározó része. És azt kívánjuk, azt szeretnénk, és azért dolgozunk ebben a házban, hogy a feltételek folyamatosan javuljanak, hogy a jövőben még jobban segítsék a munkájukat, hiszen ez az ország felemelkedésének az egyik záloga. Igen, ebben bízom benne, hogy szövetségesek vagyunk, és ez nem politika, és végképp nem pártpolitika, még csak nem is egyszerűen oktatáspolitika vagy neveléspolitika, hanem egy olyan nemzetstratégiai kérdés, Magyarország megújítása, ahol a sikernek a zálogai és legfőbb reménységei azok a magyar fiatalok, azok a magyar tehetségek, akik tudják, hogy mit jelent vállalkozni egy nagy feladatra, tudják, hogy mit jelent fölkészülni egy nagyon komoly megmérettetésre, ismerik a tanulással, munkával és szorgalommal kiérdemelt sikernek az ízét. Ez a jövő záloga, ezek a fiatalok a jövő zálogai. Ma még önöknek sok minden olyan szabálynak kell megfelelni, amiről talán úgy gondolják, hogy inkább hátráltatja önöket a felkészülésben és az eredményben, de a jó hír az, hogy a jövőben abban bízunk, hogy azok fogják a szabályokat írni, akik valóban teljesítményeket hoztak létre. Itt ebben az épületben, nem itt, hanem az országgyűlés képviselőházi üléstermében sokszor esik szó, gyakran esik szó arról, hogy mit is jelent a magyar tehetség, milyen az oktatás színvonala, hogyan kell gondozni a tehetséget. Számos ilyen programunk van, a Nemzeti Kiválóság programja, a Nemzeti Tehetség programja. Egyáltalán hogyan kellene megbecsülni a nemzetnek a szellemi erőforrásait, akik közé önök is tartoznak. Most persze itt mindannyian abban a különös helyzetben vagyunk, hogy a gyakori és fontos parlamenti beszéd témáit megelevenedik, valóságos fiatalok, lányok és fiúk itt vannak a társaságunkban, mi vagyunk az önök társaságában. Önök maguk jelentik a megtestesült tehetséget, és ezzel maguk jelentik Magyarország megtestesült reménységét is. Hogy a jövőben nem feltétlenül hangadók lesznek azok, akik valóságos teljesítményt hoznak létre, hanem mindenképpen mértékadók. Azt szeretnénk, ha ebben az országban azok lennének a mértékadók, akiknek valóságos teljesítményük van, és hogyha szabad
egy kicsit elmondani azt is, hogy miért irigylem önöket. Azért, mert hogy van valami fajta objektivitás annak a tudásnak, annak a teljesítménynek a mérésében, amit önök birtokolnak, amivel önök elértek valami komoly eredményt. Egy politikus leginkább attól szenved, hogy szubjektív a megítélés, legalábbis akkor, ha úgy gondolja, hogy mégiscsak letett valamit az asztalra, hogy ugyanazt a dolgot, amiről ő úgy gondolja egyébként, hogy érték, azt nagyon le lehet gagyizni, nagyon le lehet értékelni, nagyon le lehet szólni, semmisé lehet tenni, egyszerűen csak nagy hangon, vagy pedig ez bizony fordítva is előfordul, a semmit, az értéktelent, azt valami fajta kommunikációs fogással úgy lehet fölemelni, hogy mindenki azt hiszi, hogy ez valami, pedig ez aztán nagyon gyenge, vagy éppen semmi. Az a jó a tudományban, hogy itt van mérés. Itt van, mint ahogy a köznevelésben is, mérés, értékelés. Hogy az, amit önök elértek, arra nem lehet azt mondani, hogy biztos elintézték a szülők a háttérből, biztos odaszólt az igazgató, vagy biztos van valami politikus rokonuk, aki odaszólt a diák olimpiára, hogy ezt a gyereket kéne azért három helyen mégiscsak előre tenni. Valóságos teljesítmény. És higgyék el, hogy ez az ország csak valóságos teljesítményekből épülhet, és ezt legalább olyan fontos tudni a politikusoknak, mint ahogy ezt önök tudják. Önök ma már ott vannak az egyetem kapujába, illetve a többségük az már egyetemen is tanul, és nagyon örülök, hogy sokan magyarországi egyetemeken tanulnak, ismerik ezt a másik nagy konfliktus helyzetet, ezt a másik nagy kérdést, itthon vagy külföldön, önök is biztos végig gondolták ezt sokszor. Azt szeretném, ha ez nem egy görcsös döntés lenne a következő generációnak, hanem a külföldön való tapasztalatszerzés, akár a külföldi munkavállalás és az ottani jövedelemszerző képességnek a kipróbálása, az legalább úgy lenne az életnek a természetes része, mint az, hogy természetesen mi ide tartozunk, mi itt vagyunk egy közösség, nekünk ez a hazánk, nekünk ez az a rög, amihez kötődünk, ez a mi országunk, és mi szeretnénk, hogy mindaz, ami nekünk jó, mindaz, ami a mi teljesítményünk, ami az önök teljesítménye, az az egész közösségnek a javára is válna. Bízom abban, hogy ebben számíthatunk egymásra, önökre is, és a pedagógusaikra is. Bízom abban, hogy önök számíthatnak ránk, számíthatnak az ország vezetőire, a tekintetben, hogy képesek leszünk így alakítani Magyarországnak az arcát, Magyarországnak az életét. És mi számítunk önökre, kamatoztassák a tudásukat, tehetségüket, itthon is, külföldön is, minden magyar ember javára. Ehhez kívánok önöknek sok erőt, jó egészséget, és még egyszer gratulálok miniszterelnök úr nevében is a sikeres, nagyszerű eredményeikhez. Köszönöm, hogy meghallgattak. Matematikai ezüstérme elismeréseként Ágoston Tamás egyetemi hallgató, a budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium volt tanulója. Stemmer Wieder.